A gérvágógép sok örömöt okozhat egy férfi életében. Használata azonban bizonyos veszélyekkel is jár. Szerencsére a balesetek többsége elővigyázatossággal megelőzhető. Néhány pontban összefoglaltam, hogy mire kell vigyázni a gérvágógép használata során. 1. A bekapcsolás előtt győződjünk meg az elektromos biztonságról. Bekapcsolás előtt ellenőrizzük a mechanikus stabilitást. Nem szabad ugyanis billegő asztalon vágni, illetve meg kell győződni, hogy a gép alkatrészei fixek legyenek. Fát vágjunk csak. Fém, műanyag, habkarton, bármi egyebet vágni a géppel szigorúan tilos. Rend, tisztaság legyen a gép körül. Egy leesőn való megbotlás okán simán levághatjuk az ujjunkat, miközben ilyen egyensúlytalan állapotban vagyunk. A vágógép körfűrészének kerületi sebessége 160 km/h, ezért védőszemüveg használata kötelező. Hosszú darabok fixek legyenek. A hosszú keretléc vágásánál meg kell győződni, hogy a léc vége egy asztalon vagy bármilyen más stabil felületen fekszik. A kéz távol legyen. Ne a munkadarabot kizárólag, hanem a munkadarabot és a gép peremét is fogjuk. A dolgozót munka közben megzavarni tilos, ugyanis egy figyelmetlen állapotban a gép könnyen bekaphatja. A kéz a penge útjától távol legyen. Ez 45 fokos vágásnál nem is olyan egyértelmű. A gép előtt a kezeket keresztezni tilos. A kezdésnél teljes sebességre való felgyorsulást meg kell várni, mielőtt a munkadarabhoz érintenénk a pengét. A vágás végénél a penge teljes megállásáig várni kell. Szabadkezes adagolás nincs. A munkadarab mindig a gép erre meghatározott felületéhez simuljon. A józanész segít elkerülni a baleseteket. Ezért fáradtan, alkoholos, gyógyszeres befolyásoltság alatt a gép használata tilos. A ruházat ne legyen elálló, laza nyaklánc, fejhallgató zsinór viselése szigorúan tilos, ez ugyanis a géphez ránthatja a nyakunkat. Ha betartjuk az imént elhangzottakat, a hátralévő életünket sok és hosszú végtaggal tölthetjük. Remélem, megfontoljátok.